Első futónk volt Szerencsi Dóri, aki a fagyos Skandináviából hazalátogatott a napfény városába. Dóri, a tömegrajt után mi volt benned? Biztonságra mentél, vagy elkapni őket és megszorongatni már az elején, hiszen mégiscsak itthon vagy otthon? Bocsánat, egy fél pillanat, 11:55-nél járunk, és 12:05-kor rajtol a következő mezőny, a V105-ösök mezőnye, 12:10-kor pedig a V135-ösöké. A V105-ösök lassan érkezhetnek ellenőrzésre, törlésre. Legyen ez a riport. A célom az volt, hogy egy biztonságos futás, de előnyt hozni a Balázsra. Balázs is kellő előny volt? Hát, sajnos úgy nem nagyon volt kellő előny, de ezért én nem hibáztatom a Dóri, mert sajnos a többiek is tudtak futni, hát ez történt. Én nem örültem ennek, de próbáltam úgy higgadtan kimenni a pályára. Ez az elején sikerült is, tehát a nagyobb körön nem nagyon hibáztam semmit. Sajnos a kisebb körön, ahol már nem számítottam arra, hogy hibázni fogok, az benne maradt elég sok. Ez így benne volt ebben. Köszönjük! Ádám, amikor te kimentél, akkor ha jól emlékszem, ilyen egy perc körüli volt a hátrányod, az mit? Milyen versenyzést hozott ki belőled? Igen, egy szűk egy perc hátránya volt. Sajnos egyedül futottam végig a pályán, nem láttam a többieket. Tudtam, hogy nagyon erős versenyzők vannak előttem, és nem fog tudni rájuk futni. És még volt is egy majdnem fél perces hibám itt a nagyobb körbe, úgyhogy nekem egy fél perc mindenképpen benne maradt. Ezt a fél percet az Ildikó igyekezett elég rendesen legyőzni. Gratulálunk Ildikó egyrészt azért, hogy itt vagy, és behoztad a csapatot negyedik helyre, másrészt pedig te voltál, aki a mezőny legjobb idejét futotta ezen a távon. Most már kapsz levegőt? Levegő megvan. Három mondatban azt az érzést, ami most benned. Tőled nem kérdezek. Hát ez az aréna hangulat, ami keresztül futom, az valami fantasztikus volt. Ez bármelyik VB megérte volna. Jó, ez egy mondat volt. Igen, nagyon tiszta pálya volt, hiszen semmit nem volt benne egyet volt a végén, amikor már ott láttam, hogy ezt egy ötömény, egy jó, igen, a kérdésem az mégis az lett volna, hogy a filót, amikor megláttad. Hát igazából ez az 5 másodperc, amivel őt lehajráztad, itt mi nem láttunk rá az utolsó kanyarokra, ez hol fordult át a te javadra? A kiskor túl végén már láttam, hogy elég közel van, hogy ez még elég lehet ahhoz, hogy megfogjam, és a gyűjtőt fogtam, azt hiszem, hamarabb már vagy. Köszönjük szépen. A következő kérdés a két szerencsi lányhoz szól, hiszen ők egyrészt szinte tőzsgyökeres szegediek, másrészt a fiatalságuknak nagy részét itt töltötték a városban és a belvárosban, hogy mennyire jelent mást, főleg azoknak szól, akik nem ismerik a tájfutást, hogy aki itt nőtt föl, és egy térképet kap a kezébe, amin nincsenek utcanevek, és végre kell hajtani egy feladatot, jelent-e előnyt azt, hogy tudod-e, hogy te hova mégy? Bocsánat, mielőtt válaszolnál, Borikám. 11:58-nál tartunk, tehát már nincsen 7 perc a 105-ös mezőny első versenyzőjének rajtjáig. Gyertek ellenőrzésre, törlésre. Nekem annak ellenére, hogy már 5 éve nem élek itt, még ennek ellenére is nagyon nagy biztonságot adott, hogy én ide jártam középiskolába, a Rottnóbiba, szóval tényleg sokat segített. Annak ellenére, hogy tájfutó térképünk nem volt róla, tehát mi soha nem tájfutottunk a belvárosban, de mégis sokkal nagyobb biztonságot adott. Ugyanez a kérdés Ildikónak. Én meg számolom, én nem éreztem ezt egyáltalán, mert tehát az ember, amikor a városban jár kell, nem tájfutó szemmel közlekedik, és a tájfutó térképet tájfutó szemmel nézi, viszont is válasz. És annyira magas koncentrációt igényelt, szerintem a tegnapi pályán olyan sűrű voltak a pontok, hogy én nem éreztem. Persze az ember néha felismer dolgokat, hogy most itt vagyok, de ez a navigációban szerintem nem éreztem ennek nagyon nagy előnyét. Köszönjük szépen! Közben itt van Filó is. Filó, gyere egy férs ide, egy a PVSK utolsó futójaként, illetve aki ott van melletted a PVSK-ból, hogy gyertek nyugodtan. Gyere! Fiúk, hol vannak? Elvesznek. Haragszanak rád. Dehogy haragszanak. Ildi, gyere már ide, te is légy szíves. Elég szorosan mentetek ki együtt. Illetve nektek azért majdnem egy perc előnyötök volt ez. Adott-e biztonságot? Mit adott? Hát biztonságot egyáltalán nem adott. Sőt, talán még jobban is izgultam.
Virágot néha láttam, szerintem teljesen más volt a pályának az osztása. Fél pillanat, ne haragudj, Filomena. 5 percünk van a rajtig, 12 óra 5 perckor rajtól a 105-ös mezőny. Kérem, hogy álljatok be, és a törlést ellenőrzést végezzétek el. Bocsánat, Filói a szó megint. Itt a klinikai tömör volt egy kétén kisebb, nem? De érdig az átúzói teljesen jól ment, viszont teljesen elpusztult. Ugye átértem az ügyetesnek az elejére, és ezt éreztem is, hogy nagyon elég fáradva. És hát voltak így a part felé ilyen lépcső helyárókon, két pontunk is. Sikerült az elsőt annyira eltolni, hogy a egyenlőtöntem lett. És sem értettem, hogy mi a helyzet. És akkor, mire meglett a pont, addigra meg már láttam sem a zsűrit. Amitől meg még jobban szóval vagyokom. Valószínűleg is sikerült koncentrálom, és a következő jelenetet is elrontottam, és utána meg már hallottam, hogy mindig a hátamba, úgyhogy hát nyilván égeztem, meg teljesen kifoltam magam, de az ügyükre eszemben nem nagyon volt esélyem. 4 perc a rajta. Jó, egyetlen kérdésünk van még a PVSK. Te voltál az első futó, ugye csak akkor. A fölkészülésnél mit tudtatok használni? Nyilván Google Maps, légifotók, ez segítette valamennyit, hogy Szegedet, ha nem is tájfotó térképpel, de valamilyen megközelítésből lássátok. Első futóként biztosan mentél végig a pályán. Ez milyen stratégia volt nálad? Az, hogy végig ilyen egy kicsit nem igazad, de ez egy olyan egyszerűen a kis szerint is rosszul. Azt gondolom, ez a hiba belefér a harmadik helybe. Az első ízben megrendezett hivatalos sprintváltó bajnokságon. Köszönöm szépen nektek az interjút, és Dínesi a szó. Milyen érzés volt a napfényvárosában nem erdőben futni? Főleg így csak nyertünk. Virág levegő van már? Van már virágnál is levegő. Mekkora teher volt rajtad kimenni? Nem tudtad igazából, hogy mennyi előnyöd van. Ez jelentette valamit a végén? Biztonsági játékos voltál, vagy pedig ami a csövön kifér? Hát igyekeztem, hogy a csövön kifér, mert féltem indítani is, hogy nagyon jutott ilyen. De amúgy nem volt olyan nehéz, mint tegnap. Szóval igazából csak futás volt, hogy nem tudom. Hát Filótól is kicsit féltem. Ennyi a csapaton belüli háború alakult itt ki, hogyha valaki nem látta, csak hallotta a csapkodásokat. Szóval az volt, hogy a Filótól is féltél. Amikor itt a múzeumnál átmentél, akkor mi volt benned? Hát hallottam, hogy van előnyem rendesen, úgyhogy a végén már oda figyeltem nagyon, hogy nem fogja, mert elég sok voltak. Gratulálok nektek, köszönjük szépen, és jó pihenést kívánok, és jó felkészülést a következő bajnokságra!